Na szevasztok srácok, ő mindenkinek, az legelső ilyen unboxing videóval, ők lesznek most példányok, G923, kormány is váltó, őt végre megküldték, hogy szereljük, magoljuk, megnézzük, van telepítés. Na, azt mondja, első körben szerintem nézzük meg így a váltót, használom a szikere. Vigyázzunk rá. Mindenki szerintem ismeri. Na, váltó. A driving for shifter. Nem pár rugó van mellé, ugye nem úgy van, mint régen a G27, hogy hozzáadták. Nem kell hozzáadni. Menj mellé. Váltó is. Ezt közben nem kell. Na nézzük. A szokásos váltót kapjuk, szerintem semmi extra. Szépen be van csomagolva, mint ahogy ínik is. Na. Szépen. Nem kell. Szokásos csörgangos váltó. Jó lesz a váltó. Szépen van. Talán felülete már változás. Szép frankó, majd szépen majd el fogom fogadni majd az asztalra. Na nézzük lényeget, a nagy big dobozt. Per szikével. Na, srácok! Bocsit, a G923 True Force. Más manikán működik, másik az csak. Fekeső már True Force. Kíváncsi leszek, egy is bosszos változat. Ez igazából jobb tetszett. Majd elvárjuk, hogy mennyi lesz. Hát a szokásos dolgokat kapjuk a dolgokat. Force mechanikákat mi? Más. Elméletben, hogy mi? Force. Más ugye egyeses. Hogy mi meg... Kikkel. Mondjuk. Nézzük. Jön, vártam, majd megjöjjön. Kamerát át. Társas dologra, ahol... Na, mit kapunk? Azt mondja, hogy... Társas leírások. Összeszerelés út. Hát szerintem extra ez. Mit kapunk hozzá? Kapjuk a töltőt. Kis csomagban közül. Töltő van. Tehát szokásos töltő. Kábel az szokásos méter. Na, akkor kapunk egy F1 Racing Plus-es mutatót. Nagyok. Nem frank. Egy. Tekmat. Na nézzük a... Először is a... Tegyük itt a pedálszettet, szerintem ez nagy külön. Pedálszettben, amit látjátok. Új, nézzük a pedál... Át, amíg a... Fék az nagyon kemény.
hoznak. Gázmenet. Igaz. Nagyon durva. A fő kell készülni, de azon majd tudunk majd szépíteni. Nézzük, ami a legfontosabb. A dobot nem kell. Köszi. Na, szóval, Mr. Kormány. Ennek még mindig gyönyörű a kinézete, ha megnéztek. Ezek a beömlők, tehát a maga nem tudnak hibázni, a srácok nem tudnak hibázni. Így nézzünk ki szemből. Van nagyon nagy, nagyon néz ki. Újabba véve, hangsúlya neki. Ugye, ami furcsa nekünk, hogy itt a G29-nél piros volt, itt van ez. Itt ugye nem kapunk kint. Nagyon szép a tiszta formájában. Lássam. Illetve srácok ezt. Látom, hogy ezek feketék lettek, ugye a villangóváltók eddig ugye türkék voltak, most feketék. Nem rossz hangja. Nem annyira. Jó, jövök vissza hozzátok, berakom az asztalra, jövök vissza. Na, sikerült akkor srácok felszerelni a kormányt a kis váltóval, a kis szájtekkel. Pedálokat beraktam szokásos helyére, úgyhogy nézzünk is az első tást, az egy kis USB tápot. Volt. Hú, de nagyon finom, srácok. Nagyon-nagyon-nagyon kis finom amúgy a kormány. Teljesen más, mint a G29. Maga a kormányfogása az hasonló igazából, hogy már itt fent van fizikailag is magán az asztalon, maga a gombokat. Teljesen jó van dolga. Ez nem változott, ez a minősége. A Logitech. Nézzünk is akkor meg egy ilyen beállítást, hogy hogy van nála pontosan, kicsit összépúzom ide magamat, hogy ne zavarjak be. Na ugye itt a maga a programot, amit felraktok a technek a driver, ő ki is írta, hogy már új friss érhet el. Ő lenne az, ő ugye 50-50%-a használom az érzékenységet, ugye a tartom, ez 900 fokon pörög, ugye. Igazából egy jó kis kamionos dolgokban az mindenféleképpen, ugye ez már true force-os. Amit tudja támogatott játék, úgyhogy érdekes lesz majd, kíváncsi leszek, hogy hogy fog működni, ki is fog próbálni. Farmingos adásba mindenféleképpen az a tervem, hogy meg fogjuk nézni, hogy mind hogy működik. Hogy eddig azt mondom, hogy egy első benyomás mindenféleképpen pozitív. A fék az még mindig ugyanúgy atomkemény, srácok. A kuplung, meg a gáz az teljesen, de a fékből ki kell venni, még mindig az a keménység. Tehát ha benne van, a váltó szerintem az ugyanolyan kis finom maradt, mint eddig volt, úgyhogy hát nagyon várom, kíváncsian, hogy fog produkálni a G923, úgyhogy tartsatok velem, nézzük meg, hogy működik, úgyhogy nagyon szépen köszi srácok a figyelmet, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ha még nem vagytok feliratkozzatok fel, ha szeretnék látni még ilyen tartalmakat. További szép napot nektek, sziasztok!